Jó napot kívánok! Ez itt szokás szerint a keddi közéleti kóstoló, amelynek vendége most Burán Sándor, én pedig Lenva Ildikó vagyok változatlanul. Sándor bemutatását először szép hivatalosan az ő szakmájával kezdem, aztán majd azért mondok mást is róla. Közgazdás volt a pénzügyminisztérium államtitkára, a gazdaságfejlesztési minisztérium államtitkára és munkaügyi miniszter is. Ezúttal, hát mindegyik minőségében, amelyik összefügg, de leginkább a foglalkoztatáshoz, munkaügyhöz, bérpolitikához értő politikusként kérdezem. Ahogy mondtam, az ő bemutatásához, azon kívül, hogy nekem régi barátom és kollégám, jól mondom, 28 évig voltál parlamenti Igen. képviselő. Ez igen, ez szerintem a magyar politikában csak Orbán Viktor múlja fölül, más tekintetben viszont nem múl fölül téged. No, szóval amire vissza akartam térni, hogy más is hozzátartozik a te... Meg a fizetésben, bocsánat. Meg a fizetésben, hát ezt az ap... meg a rokonság jó tartásában, és volna még egy-két különbség, például nem hiszem, hogy neked valamelyik barátod, a te miniszterséged alatt milliárdos lett. Nem, egy sem. Na, nem érdemes a barátkozni. Annyira, mint Orbánnak. Szóval semmiképpen sem hagyom, hogy ezt kifelejtsem a bemutatásból, hogy nehogy azt higgyék, hogy Burány Sándor csak a számokhoz ért, és a féle kockafejű gazdaságpolitikus, bocsánat, aki ráklikkel az ő Facebook oldalára, nem csak a politikusira, hanem a magántermészetűre is, de ott is van elég követőd. Ott rögtön érdekes dolgokkal találkozik, én lelkesen szoktam figyelni azt a, most már úgy mondom, hogy rovatodat, ami napi Bach, napi Rock, napi Beat és hasonló címeken ad remek zenéket, de úgy tudom, hogy nem egyszerűen zeneértő és zenehallgató vagy, hanem... Hát én is játszom gitáron, hát persze nem olyan szinten, mint Bach, aki mind. nem gitározott, de, de egy nagyon jó billentyűs volt a maga Igen, korában, sőt. Ola. Mikor meghalt, akkor elsősorban billentyűsként, zseniális billentyűsként emlékeztek meg én róla, és zeneszerzőként csak, csak később ismerte hmm. el az utókor. Lényeg az, hogy én egy amatőr gitáros vagyok, időnként együttesem is van, nagyon-nagyon ritkán még fel is léptünk. Uh, hát uh, remélem a jövőben adjesség. is lesz még ilyen lehetőség. És hát az utóbbi, hát kezdetben persze neki rockot játszik, meg blues-t, az utóbbi időkben inkább just próbálok uh -huh. játszani, mert az azért egy kicsit más meg műfaj. Tehát több akkord van benne egy átlagos számban, mint mondjuk három, meg kicsit nehezebbek az akkordok, uh -huh. de imádom uh, Mi Mióta a rá, vagy kezdted el a jazz is? Egy olyan négy-öt éve. Uh -huh. Négy-öt éve komolyabban. Addig is kóstolgattam, de csak ilyen lájtosabb számokat, és akkor vettem egy nagy levegőt, és, és az akkor az az azt szerelem. mondtam, hogy... Hát nem hogy új szerelem, hanem hogy akkor megtanulok rendesen gitározni. Tehát, <gül> <gül> tehát elmentem tanárhoz, és azóta is. Tanári e, képzel tanár Képzem magam, mert hát ez is olyan, mint a nyelvtanulás, hogy azért lehet autodidakta a alapot is csinálni, de nem baj, ha van egy tanár. Az edébe ez fokozott, fokozottan így van, és hát van egy jó barátom, aki Magyarország egyik legjobb jazzgitárosa, Juhász Gábor. És honnan ismered őt vagy? Koncertekről. Koncertekről. Kezdetben lelkes közönsége, mm -hmm. aztán ismerőse, aztán tanítványa, most már barátja vagyok. Mm -hmm. Tényleg ezt tudhattam volna, hogy te ö, ö, tanulsz is, hiszen, hogy eláruljunk egy üzemi titkot, ezt a keddi közéleti beszélgetést most hétfőn ö, vesszük fel Sándorral, éppen azért, mert holnap gitárórád van, ahogy így van. mondtad, és ez világos és volt, hogy a gitáróra a szent. Igen, pont, pontosan így van. A bemutatásnál azt nem mondtam, hogy sok-sok évig parlamenti életedben Kispest képviselője voltál, ennyiben Kispesti lokálpatriótának számít, ma is aktív részese vagy az ottani közéletnek. Ha viszont tovább nézem a Facebook oldaladat, akkor rengeteg űrfotót találok bolygókról, napról, holdról, a hold, amilyen oldaláról még nem ismerjük, és így tovább. Ez honnan van ez az érdeklődésed? Aztán Isten bizony rátérünk a szakmai témára. Hát ez is, mint a zene, ez gyerekkori, csak míg a zenében gitárt ragadtam, és elkezdtem vele komolyabban foglalkozni, a csillagászattal nem kezdtem el aktívan foglalkozni, de hát míg megvolt a népligetben a planetárium, addig azért imádtam oda járni, Aha. meg, meg emlékszem kamaszkori emlékekre, amikor még nem volt ilyen fényszennyezés, vagy nem olyan helyen voltunk, mondjuk a Balaton közepén éjszaka, vagy valami mező közepén építőtáborban vagy éjszaka, és az valami fantasztikus látvány. Ebből most persze ma már így a városban Budapesten csak néhány csillag uh, látszódik, de ez gyereklomba ejtett meg. Hát valahogy van az emberben egy olyan igény, hogy ide, igyekszik két lábbal a földön állni. De Ugye ez nekem Kispest, ne? illetve az országgyűlési választások tekintetében három cikluson keresztül ez kőbányát is jelentette, igen, bocsánat, amikor összevonták a körzeteket. Azt is imádtam, ma most is tagja vagyok az ottani patrióták csoportjának. A lelkes, 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 igen, lelkes. igen, igen. Uh -huh. lelkes, hát fantasztikus építészeti öröksége van kőbányának ez is, is, is nem csak Kispestnek, de szóval ebből a szempontból én szerencsés voltam a választók szempontjából, és az ott élőket is nagyon szeretem. A lényeg az, hogy hogy az ember valahol otthon van, valahol próbálja a lábát megvetni a földön, de azért szereti nézni a távlatokat is, és, és az, az össze, hogy határa csillagosség, de hát tényleg ö, gyönyörű látvány, meg, meg segít az embert elhelyezni, hogy hogy is mennyi egy ember, vagy mennyi maga a föld. Hát ez egy, egy, ez egy fontos szempont. Porszámek vagyunk igazából az univerzumban. Van egy univerzumi léptékkel mérve picin bolygónk, és még ezt is, ha nem vigyázunk, tönkre tesszük, elrontjuk szép lassan. Szóval egyszerűen imádom az asztrológiát, az asztronómiát, mindent, ami csillagászattal összefügg. Nézni szeretem. Magam ezen a téren nem képeztem tovább magamat, hogy mondjuk legyek én is egy asztrofotós, de uh -huh. az asztrofotókat nagy szeretettel osztom meg. Vannak nagyon jó Vannak nagyon jó magyar asztrofotósok is, uh -huh. akiknek néhány felvétele még a NASA oldalán is felbukkan. Azért mondom ezt, mert legtöbb fotót onnan veszem. Van a nasa egy napi fénykép című robata, és Szépen akkor valamilyen. Nézegetni. Érdemes nézegetni, mindenkinek szívesen ajánlom. Jobbnál jobb felvételek vannak, akár az űrteleszkópok, akár a messzire eljutó űrszondák szerencsés adományából. És ezek egyszerűen lenyűgözőek, meg segít az embernek elhelyezni magát, hogy amikor kicsit nagy a, az arca, politikusok az politikus előfordul, hogy akkor Nem. mennyi az ő jelentősége. Még aztán volt egy ilyen nagyon régi kép, mert talán a Cassini osztotta meg, mikor távolodott, uh -huh. és akkor a, a Szaturnusz egyik gyűrűje mögött egy pici kis pont ként lefotózta a Földet onnan. Jó, Egy férjön. nagyon kis pici pont, csillag a Saturnhoz felül nézve. Na hát, itt élünk. E, e, igen, igen. Hát ezt ö, megérzem, megjegyzem, ajánlanám minden éppen hatalmon lévő politikusnak, hogy nézegesse fotókat a saját jelentőségét illetően. Lehet, hogy rosszul értettem, amikor felsoroltad, hogy mi minden érdekel a csillagásattal kapcsolatban, de mintha az asztrológiát is mondtad volna, jó? Az is érdekel, de nem, vagy? nem, nem, azért az itt túlzás. Érdekesnek találom, és hát a bolygóknak biztos van valamilyen hatása az életünkre, elég mondjuk a holdat mondani, Igen, de, de ugye, ha semmi más nem mondok, csak az árapály jelenséget, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy hatása van Igen. életünkre, a hold mozgása. Az, hogy az életünk ilyen determinált lenne, abban nem hiszek. Bilágos. Hogy vannak rá hatással, akár mint csillagok minden, is, mint igen. annyi minden, abban hiszek. Igen. Hát ez elég logikusan hangzik. Na most azzal a merész kanyarral térek, vagy térünk vissza a mai közéleti problémákhoz, hogy akkor mégiscsak van egy még egy, vagy pontosabban a. a sok évi képviselőség mellett még egy, mert a vagyonosodást tisztáztuk, hogy abban nem hasonlítotok. De egy ilyen, mondjuk így hasonlóságot Orbán Viktorral, aki most jut eszembe szintén próbál csillagásra tétáblatokban gondolkodni. Nem tudom, emlékszel, amikor azt mondta a választási győzelemről, hogy a holdról nézve is látszik. Neki meg kéne hallgatni ezt a Saturnus gyűrűjéről eh, vett fotóról szóló okfejtésedet. No, de akkor most, hogy itt vagyunk már a, a hát ennél kevésbé szebb témáknál, mint amilyen a csillagok voltak, meg amilyen a zene Említettem, hogy munkaügyi miniszter voltál a megyesi kormányban, ugye jól emlékszem? Igen. Igen, a megyesi kormányban, aztán előtte, utána is mindenféle, ahogy felsoroltuk. Abban az időben, hát ez a titulusodból is következik, létezett tehát külön foglalkoztatási és munkaügyi minisztérium. Ez aztán a Fidesz érában, noha munkaalapú társadalmat emlegettek, eltűnt a kormányzati struktúrából. Tudom, hogy nem ez a legnagyobb bajunk, hogy milyen minisztériumok vannak, vagy nincsenek, de mégis van ennek valami jelentése, vagy jelentősége, vagy praktikus következménye, hogy nincs ilyen tárca? Hát hogy ne lenne? Tehát ez nem csak szimbolikus dolog, uh -huh. hogy nincs ilyen. Hát, amikor én munkahogyi miniszter voltam, és rendszeresek voltak az uniós tagországokon belül a min miniszteri találkozók, Igen, informális Igen. eszmecserék, és így tovább, és így tovább akkor uh, szinte minden kollégám miniszteri rangban volt elvétve akad közöttük államtitkár. Na ami érdekes, azt jelenti, hogy, hogy európai van, országokban ez, ez természetes, ez természetes uh -huh. hogy ez a foglalkoztatása volt -e összevonva legtöbb helyen a szociális ügyekkel, tehát legtöbb helyen a Szociális és Munkaügyi Minisztérium volt, ebben voltak változások, de hogy ez egy önálló tárca, ami foglalkozik szociális ügyekkel, foglalkozik munkaügyekkel, ez Európában egy általános szokás volt akkor. Ezzel nem véletlen, és ezzel szakítottak, és ennek nem csak az a következő hogy mutatja az ő érzéktek, érzéketlenségüket a munkaügyi, a munkavállalókkal összefüggő kérdésekre, a szociális ügyekkel való összefüggésekre, uh -huh. um, hanem az is, hogy hogy ennek a tárcának egy nagyon komoly feladata volt az érdekegyeztetés. Ami, ami akkor volt. Megszűnt volna És ezt, kársat, meg, ezt megszüntették. Ugye rendszeresek voltak. voltak évente, hetekig tartó tárgyalássorozat volt a, a, a munkaadók, a munkavállalók, szakszeretek képviselők és a kormány képviselői között. Uh -huh. Ezeknek a tárgyalásoknak mi voltunk a házigazdái menedzseri, lebonyolult uh -huh. és nagyon sokszor a, a kormányálláspontot, olykor a közvetítői. Hát bérügyekben ugye világos, hogy a munkaadók és a munkavállalók rendszeresen ütköztek egymással. Ebben akkor nem hatalmi szóval döntöttünk, hanem addig tárgyaltunk, amikre nem jött egy mindenki számára elfogadható kompromisszum, és akkor ezt, ezeket a tárgyalásokat menedzseltük, de a legtöbb esetben magát, a kormányálláspontot is mi közvetítettük. Akkor ezek voltak. Na most Orbánék ezt is kiirtották, tehát nem csak a szociális ügyek iránt mutatott érzéketlenségük, a munkavállalók iránt mutatott érzéketlenségük, hanem a párbeszéd iránt, hát nem is érzéketlenség, egyszerűen utálják. Tehát ez, ez nyílt ellenség szembe, ez nem egyszerűen érzéketlenség. Egyszerűen utálják, ha valakivel egyezkedni kell. Nekik az a természetes működési módjuk, hogy Orbán Viktor valamit eldönt, és akkor abból két nap múlva lesz egy törvény. És egyik pillanatra a másikra az ország csak néz ki a fejéből, hogy hogy mi történt, akár Katáról beszélünk, akár a pedagógusok sztrájkögjának a, a, megvonásáról. Ezek ilyen néhány nap alatt lezajló dolgok voltak. Öhm, onnantól kezdve, hogy benyújtottak egy javaslatot odáig, hogy a parlament rögtön meg is szavazta, ugye a 130 hány bátor képviselő, öhm, kormánypárti képviselő. Egy szó, mint száz. Ezek a tárcák nem csak szimbolikus üzenetet hordoznak, hanem valóságos társadalmi szerepük van, konkrét ügyeket menedzselnek, meg is látszik az ország mai állapotnál, hogy Orbán Viktorék ezeket a területeket nem óhajtják menedzselni. Vagy De, másképp, hatalmi állom szóval. Nem meg, hogy ne kérdezzem meg ennek kapcsán, korábban nem jutott eszembe ez a kérdés, hogy most, amikor kétszerből nyögvenyelve az uniós pénzek reményében a kormány talán éppen ma akar megszavaztatni egy olyan törvényjavaslatot, hogy a törvényeket tisztességes, most van a javaslatokat tisztességes egyeztetés után bocsátja a parlament elé. Szerinted ez hoz változást ezen a speciális területen, az érdekegyeztetésben, vagy ne vegyük komolyan? É, én nem vetném komolyan. Azért Hoznak ilyen törvényeket a parlament elé, mert szükségük van pénzre, és miután a törvényt megszavazzák, nyilván lesznek majd ilyen felmutatott ügyek, amiben majd egyeztetni fognak. Lehet, hogy nem Peti konzultációnak fogják nevezni. Ugye most is a szankciókról nem a Peti konzultát. Mi ez, hanem maga az egyeztetés? Hát, hát véleményt gondolta, mondhatunk ez a ez szankciók? Éjjjel. Most nyilván ennél komolyabb dolgokról van szó, és, és fognak csinálni néhány dolgot, amiben látványosan megmutatják, hogy lámlám. Egyeztettünk a társadalommal, de az alapvető mechanizmusok. Nem fognak megváltozni. Egyszerűen az Orbán rendszernek nem az a jellemző tulajdonság, hogy, hogy komolyan érdekli az emberek véleménye, illetve hogy komolyan meg akar beszélni bármit is az emberekkel. Ők más módon működnek, és, és ezt a természetüket nem fogják levedleni, nem uh -huh. tudnak rajta változtatni. Vagy Tudnának, de nem akarnak. Nem akarnak ők nem 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 ilyenek. Hát igen, ez a hatalomgyakorlás. Igen. ]uk. Veleje volna, hogy. Így van. Tehát nem azt kellene vissza. elengedni, ami a legfontosabb Mért? tulajdonságok, a nap nap, nap nap így, így nem fogják. Ég. Világos. Amikor egyesztettük, hogy mi mindenről beszélünk ebben a csak látszólag hosszú egy órában a munkavilága, a gazdasága, a munkavállalók. Problematikája kapcsán, akkor én mindenáron rád akartam erőltetni azt a saját aggodalmamat, hogy lesz-e újra munkanélküliség. És te azt mondtad, hogy ennél ma nagyobb probléma a dolgozói szegénység, ezért kezdjük azzal, hogy magyarázd el, miért ezt tartod ma a legnagyobb problémának, és miben áll lesz szerinted? Hát, ha megnézzük a foglalkoztatási adatokat, akkor 3,7% a 3, néhány százalék, tehát 3,8 százalékos a munkanélküliség, és a van, foglalkoztatási van. arány meg 74 egész valamennyi. Mm -hmm. Tehát magas, ezek magasnak számítanak. Egyrészt az idevezető út az érdekes, hogy miért ennyi. A statisztikai módszerek is érdekesek, mert a valóság ennél valószínűleg szerényebb. erre Erről mondják, kitérek. De ma már Magyarországon, ellentétben mondjuk a 12 évvel ezelőtti helyzettel, nem az a fő probléma, hogy az emberek tömegeinek nincs munkája, hanem az a probléma, hogy az emberek a munkájukból, a munkajövedelmükből nem élnek meg rendesen. De először még nézzük a foglalkoztatást. Ugye van egy Európa szerte ismert standard. Ezt Magyarországon ugyanúgy kérdezik meg, mint Németországban. Nem akarom idézni a pontos szöveget, bonyolult is lenne. A lényeg az, hogy ez egy kérdőíves felmérés, tehát hasonló, mint a kutatás, Tehát elmennek, megkérdeznek embereket. Tehát de nem minden vállalkozásnak van. Nem, de bocsánat, többféle munkai statisztika is értem. van. Az egyik az öt, legalább öt főt foglalkoztató intézmények és vállalkozások, és ebből van egy pontos szám. A másik, amire szoktak hivatkozni, az viszont felmérésen alapul, és ennél sokkal megengedőbb, mert azt kérdezik meg az embereket, hogy a családjukban, hányan dolgoznak heti, mondjuk három órát, néhány óráról Na van de ha szó. ha a, a, a uh, angliában dolgozik, akkor azt is be lehet írni, hogy... Be is héti, ez a Ez a, ennek a statisztikai módszernek Magyarországon az egyik hibája. Ugye a két dolgot belemér, az egyik a külföldön foglalkoztatottakat is beleméri, mert nem kérdez rá, hogy hol, tehát nem is lényeg ennek a módszernek. És nem kérdezi meg, hogy hivatalosan vagy feketén, tehát a fekete munkát Aha. is beleméri. Magyarán, e éppen alkalmilag igen. szőlőt Na most ugyanez működő. a szám Németországban viszonylag megbízható, mert Németországban nem az a jellemző, hogy onnan elmennek az emberek hát. dolgozni, inkább az a jellemző, hogy Földött oda mennek hát. dolgozni. Másrészt nem jellemző a fekete munka, ezért hát. Németországban ugyanezzel a statisztikai a módszerrel felve, ott tényleges helyzetet mutat. Magyarországon itt óvatosnak kell lenni, mert rengetegen dolgoznak külföldön, és sajnos a fekete Munkának még mindig elég komoly szerepe van a foglalkoztatásban. Tehát ez, ez mondjuk a, a statisztikai mintavételnek a hibája. hibája. De ezzel együtt is az történt, hogy kezdetben a közfoglalkozatokkal, most már a közfoglalkoztatottak jelentős részének rendes munkavállalóvá válásával valóban feltolták ezeket Ezt a, a számokat, de hihetetlenül alacsony béreken. Uh -huh. Gyakorlatilag munkanélküliből kis túlzással bérrabszolgává tették az embereket. És itt már a dolgozói szegénységnél, és itt már a dolgozói szegénységnél tartunk. Most, ha megnézzük a legutóbbi KSA adatokat, és megnézzük, hogy a, a kedvezmények nélkül számolt uh, nettó medián mennyi, majd mindjárt mondom, hogy mi ez a medián, akkor az, az olyan nagyjából 266 ezer forint. Ami egész más, mint amivel ők dicsekedni szoktak. Persze. persze más. Igen, az, az egészen az... más, az a brutális szám. Hát az, az, a bruttó átlagbér az több mint 510 ezer forint hát ez egy hónapban. különbség Azért, hogy ez Így van. Meg... Na most, de, de, ez azért van, mert Magyarországon a keresetek éppen annak az adó és jövedelempolitikának politikának köszönhetően, amit Orbánik bevezettek, annyira szétszakadtak, hogy az átlag az már torzít. Ugye a medián érték azt mutatja, hogy az emberek fele Ennyit vagy ennél kevesebbet keres. Ez a valóságosabb Ez a valóságos az átlagot, helyzet. Ez néhány nagyon magas így van. A, sárfő, Amikor én utoljára megnéztem így jövedelmi tizedenként, hogy igen. nagyjából hogy néz ki, akkor valami olyasmi számít ki, hogy az átlag jövedelem alatt a munkavállalók kétharmada van. Fátja, és a, és a, fe, a munkavállalók fele az legjobb esetben is 266 ezer forintot igen. visz haza. És uh, igen ez, 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 egy, ez, egy, ez, már egy viszonylag reális szám, tehát mi embereket megkérdezzük az utcán, akkor vagy körünkben szétnézzük, akkor az az nagyjából ez a 266 ezer nagyjából, ez egy kicsit számított adat, mert nem minden adatot publikál a KSH, de a, a kedvezménnyel számított medián érték az ő hivatalos adatuk szerint is 279 hát, ezer forint. Sen, ez a nagy különbség. Na most vannak szózok, amiről az ember tudja kalkulálni, hogy kedvezmények nélkül, tehát családi kedvezmény, és így tovább, és így tovább. Ja, tehát, hogy ez a, a, a igen, 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 igen. A 279 ezerben benne vannak a családi adók, minden adókedvezmény benne van, anélkül uh, kalkulálható, az, olyan, az 270 alatt van. Na most ez, ez egy, egyrészt reális szám, hogy tényleg nagyjából itt vannak a keresetek Magyarországon, de borzasztóan alacsony szám. Hát ez az. Borzasztóan alacsony szám, de ez nekik a hivatalos jövedelempolitikájuk. Tehát Orbán saját szájából hallottam, hogy az a szerencse, hogy itt van, nem keresnek sokat az emberek. Részint azért, mert a, munkavá, a múltik ide jönnek foglalkoztatni az embereket. Nem, 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 más Ami, más, a, a, a másikat nem vallotta be, de, de az, amivé tették Magyarországot, hogy itt amennyire csak lehet, próbálnak egy ilyen alatvalói rendszert kialakítani, amennyire lehet megtörni az embereket, amennyire lehet függővé, hatalomtól függővé De, tenni ilyen az embereket. A, abba benne van ez is, mert főleg vidéken ott iszonyú függés van a munkahelytől, a munkahelyi keresetektől, és a helyi függőségnek ez az egyik alapja. Ez a választási adatokban is látszik. Tehát ma már nem, nem kell, hogy mondjam, bár csinálják krumplit vinni az embereknek. Amúgy is függőségben, mondjuk. Amúgy is függőségben vannak, és pontosan tudják, hogy kinek a döntésétől függ az ő állásuk, a jövedelmük, és akinek, akitől függnek, annak a véleménye perdöntő az ő világnézetükben. És hát ezek jobbára a polgármesterek. Akik meg pontosan tudják, hogy ha nem igazodnak, akkor meg nem lesz fejlesztés az óvodában és az iskolában. És szép lassan, mint a Kádár korszakban, hogy beáll mindenki a sorban, és próbálnak egyéni életstratégiákat kialakítani, amennyire csak lehetséges van, akinek az egyéni életstratégiája az, hogy akkor elmegy külföldre dolgozni. Igen. Van, akinek egy uh, az, hogy az, hogy illeszkedik, meg esetleg próbál feketén dolgozni, és azzal kiegészíteni ezt a jövedelmet. Tehát Magyarországon dolgozói szegénység van, ha összeadjuk az élelmiszereket, a részét, stb. 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 És megnézzük, hogy mondjuk egy gyermekét védőn nevelő nő esetében ez meg van még, van még 000 kedvezmény? 000 igen, ott még adókedvezmény is van valamennyi, hogy akkor mennyi marad? Hát nem marad az emberek nagyon jelentős része az úgy érkezik el a hó végéhez, hogy éppen csak kint van a vízből. Hogy aztán mi lesz október-novemberben, amikor már a fűtési számlák komolyabbik része is elkezd majd beesni ott, ahol mondjuk nem általány díjat fizetnek havonta, hát ezt egyszerűen el nem tudom képzelni. Ha ezen a téren nem változtatnak, itt ilyen tömeges szociális katasztrófával fogunk szembenézni a téli hónapokban. Éppen a, erre akartam rákérdezni, mert nagyon sokáig most már értem, hogy milyen típusú statisztikai, hanem is trükkökkel, hanem számítási módokkal. De mégiscsak azt láthattuk, hogy a reál jövedelmek, reál bérek is impozánsan emelkednek. Hosszú évekig így derült ki ezekből az adatokból. De igazság szerint azt még én is megtapasztaltam, hogy a szegények szegények maradnak, de talán egy icipicit kidughatják a fejüket a vízből, tehát hogy valami kis javulás érzésük lehet, ami szintén hozzájárult a rendszer konszolidációjához, mm. vagy elfogadásához. Ugyanakkor a mostani általad is említett gazdasági és inflációs adatokkal szerintem még ilyen statisztikával se lesz könnyen tartható, hogy a reál jövedelem ne csökkenjen. Hát igen, hogyha úgy ezeket a statisztikai adatokat nézem, amiből az előbb idéztem a kereseti számokat, akkor, akkor abban egy... Uh, olyan valamivel több mint egy százalékos reálkeresett növekedés még van, de ez a bruttó keresetekre Na, a igaz. És az ez az decemberben van, ez van, ez van. már nem így lesz, decemberben uh, reálkeresett csökkenés lesz, ugye mert uh, most a bruttó bérekre mondom, amiről az előbb megbeszéltük, Igen, hogy igaz. azért nem mond semmit, de mégis mondjuk ezek az átlagkeresetek valamivel több mint 15 kal nőttek az előző év hasonló időszakához. képest. az infláció most még, bár brutális, a hivatalos számos nem az élelmiszerek inflációját, a teljes, teljes számot mondom, az egy picivel ez alatt van még. De ez decemberben már nem így lesz. Hát a nagyjából 20% környék inflációt várnak az, az elemzők, a keresetek meg nem fognak 20%-kal növekedni. Úgyhogy elbúcsúzhatunk attól az időszaktól, amikor, ha kicsivel is, de arra a reál keresetek nőttek évről évre, legalábbis az átlag szintjén ez a bérszakadék. Most ez Igen. akkor is jellemző volt, tehát ez nem mindenkire igaz, sajnos. Igen. Hogy viszonylanak ezek az adatok, vagy a megélt életminőség még inkább a régió, illetve az uniós országok adataihoz? Tehát hol állunk mi egy ilyen rangsorban, abban, hogy hogy élünk? Hát, ha ja, minimál bért nézzük akkor, és annak a vásárló értékét, akkor például Románia már előttünk van. Tehát, hát olyan lesajnálóan szoktunk emlegetni régebben. És régebben, hát most vigyázó szemünket jó a Bukarestre vetjük, mert sok tekintetben bizony beelőztek bennünket a románok, és, és azért sokáig nem így volt. Tehát a 90-es években Magyarország sok tekintetben példaország volt, a régió a... élovassa volt, és itt tovább, és így tovább, és ez sok mindenre igaz volt. Akkor ma már nem. És nem csak azért nem, mert mondjuk a, a orosz inváziót elítélő nyilatkozatot a v szinte minden államfője aláét a kivéve Lovák Katalin, a, 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 a Magyar Köztársaság elnök ugye nem írt alá, hanem egyszerűen Azért, mert ezek az országok elhúztak tőlünk. Amikor most a forint brutális gyengülésbe kezdett, folyamatosan gyengül, de most ugye megint egy brutális gyengülésnek voltunk tanulni. A, a, akkor ö, megnéztem, hogy a szlotyéhoz, cseh koronához képest hogy állunk. Azokhoz és... képest is gyengültünk. Tehát nem csak a forinthoz és a dollárhoz képest, hanem a, az a uniós, szomszédos, ahol még ugye nem euró van, azon de. országokhoz képest is gyengült a magyar forint, ami pontosan mutatja, hogy Magyarország régiós ereje mindenféle szempontból csúszik egyre lejjebb, Igen. Egyre lejjebb és ez vonatkozik az élethelyzetre is. Igen olyan adatokat vagy fölméréseket lehet is látni, hogy mennyit vagyunk képesek fogyasztani a jövedelmünkből, és ott, ha jól emlékszem, láttam legutóbb egy ilyet, az Unióban már csak Bulgária van lejjebb nálunk. Igen. A meddig, mert nem Itt tudom, hogy mi a amikor így megnézik, hogy nagyjából mennyi általános tartaléka van egy családnak vagy egy munkavállalónak, akkor hihetetlen. Tehát így nincs egy hónapi tartalék. Hát, nincs. Hát, nincs. Hát, nincs. Nincs, nincs. Nincs tartalék. Igen. Nincs egy hónapi tartalék. Tehát beesik egy váratlanabb uh, kiadás. Igen, Isten, egy COVID hullám vagy bármi. Akkor vége a világnak. És akkor nem is beszéltem, hogy milyen jó lenne nyilázárót cserélni, mert akkor talán kevesebbet kéne fűteni. Tehát még nem is ilyen egyszerű kiadásokról beszéltem, hogy jó lenne, ha belefér. Ne, hogy ú, akkor most már tényleg ki kéne az ablakokat cserélni meg az ajtót, meg mit tudom én, hogy akkor ne kelljen ennyit fűteni, és nincs hova nyúlni, hogy akkor ezt megoldják. Vagyis arra sincs sinc pénzünk, hogy később spórolhassunk. Így. Így. Említetted, hogy azok a típusú bértárgyalások, vagy pontosabban ott a kormány közvetítő szerepe, ami egykor volt, az megszűnt. De most, amikor az infláció nem is azt tudom, hogy kiszámíthatatlanul, mert kiszámíthatóan tovább nő. Szerinted mit lehet várni a munkavállalói, munkaadói tárgyalásoktól? Követni tudja ezt a bér, és most nem akarom a gonosz burzsúlyokat szívni föltétlenül, mert nyilván az ő kiadásaik is nőttek, tehát nekik is vannak korlátaik. De ha a kormány még közvetítőként sem avatkozik bele ezekbe a tárgyalásokba, mi több bizonyos fokig, mint kifejtetted, érdekelt a bérek alacsonyabb tartásában, akkor szerinted hogy alakulnak ezek a tárgyalások? Hát az asztrologiáról beszéltünk egy kicsit, hogyha én erről de többet tudnék, akkor el elmennék csillagiósnak, <laughs> de nem, Jó, ezt nem hályak. tudom megtenni. Én én azt gondolom, hogy megint a kormány elrendeli a minimálbér megemelését. Egyrészt az indokolt is, másrészt ezt meg tudja tenni. Most már saját hatáskörbe ez nem a munkahogyok és a meg. Nem kell egyeztetnie. Ezért sok ember fel fog lélegezni a bérskála alján, feltéve, ha meg tudja tartani az állását. Na, ez Ugye ez az, az előbb mondta a gonosz multikat, tehát igen. ott a nagyobb esély annak, hogy bért fognak emelni igen. a multinacionális cégeknél, mint a kis vállalkozásoknál. Tehát akiknek tényleg nem tudnak. Na most, és kis és középvállalkozás szintjén, Gyanítom, hogy el fog szabadulni a pokol. Most mm -hmm. ezek a kis és köpes vállalkozók szembesülnek a számlával. Már szembesültek. Láttam elborzasztó példákat, hogy kisboltok esetében az csak az áram, és akkor még a fűtésről nem is beszéltek. Én is mennyivel? Is Na most azt a költséget nekik valahogy ki kell gazdálkodni. Na most erre sincs ötletem, hogy ezt szegények, hogy fogják tömegesen megoldani azon kívül, hogy bezárják a boltot. Ha ezt hozzáveszünk, hogy akkor még a bérköltségeket is kötelezően megemelik nekik, akkor mennek egyrészt fekete irányba el, hogy akkor a nyolc órásokat majd bejelentik négy órásra, ja. és akkor majd sebbe odaadják. Amiből majd, nincs nyugdíj, ja, nincs tápténz. Szóval azért, ez azért nagyon veszélyes játék, de Magyarországon ez szokott ilyenkor uh -huh. bekövetkezni. Vagy kis- és középvállalkozások tömege fogja lehúzni a, a rolót, mert ezt a sokirányú bérnö, kere, költségnövekedést rezsi oldalról, bér oldalról, egyszerűen nem tudja a fogyasztói oldalról, nem tud olyan árakat az emelni. A fizetőképes Elborzadva hallgatjuk, hogy akkor mennyi lesz majd nem sokára egy kiló kenyér ára, meg minden ilyesmi. Na no, de hát egy, lesz egy pont, amikor az emberek már ezt nem fogják tudni megvásárolni. Nem áremelés kérdés, hogy a vállalkozás pénzénél marad emelt, a kereslet is vissza fog esni. Én egész optimista jó statukat hallottam jövő évre a gazdasági növekedésre vonatkozóan, de én a megmondom őszint, már úgy értem optimistákat, hogy, hogy, hogy még a, azt hiszem a legpesszimistám is nulla a gazdasági növekedésre számol, recesszióval nem számolnak. Uh -huh. uh, hát azért én ebben nem lennék olyan biztos sem. sem. Én sem, szerintem kis, kis és középvállalkozások szintjén, már pedig ott rengetegen dolgoznak. Uh, Kis üzletekbe az, az és üzletekben, és kis egy, egy ilyen majdnem 30-40 százalékos szám. Igen. Már a Tehát so, sokan, ott do a sokan dolgoznak. Mm -hmm. ott, ott egy tragikus összeomlás sorozat várható, szerintem nem zárható ki, és ennek egyszerűen még beláthatatlanok a következményei. Igen, én az ötödik kerületben lakom, föltehetőleg gondolná az ember, az ottani boltok üzemeltetői nem a legszegényebb vállalkozók, mert eddig ki tudták fizetni a magas bérleti díjakat. Ezzel együtt a Covid-dal kezdődően, de most újabb hullámba látom a lehúzott redőnyöket. Tehát, hogy csuknak be még egy ilyen talán nagyobb vásárlóerejű közönségre számító helyen is a boltok. Egy másik példa, nem a saját kerületemben, ahol olykor fodrászhoz megyek egy másik kerületben, ott az egy szolgáltatóházban működik, mellette két vendéglő van, illetve volt, mert mind a kettő becsuk, vagy már most becsukott, vagy november 1 mondják is, hogy mekkora elektromos és gázszámlák miatt, hogy ezt nem tudják egyszerűen kitermelni. És akkor Számítsuk még hozzá, itt erre rá is kérdeznék tőled, a kisvállalkozásnál is kisebb mikro- vagy egyéni vállalkozások, például a katások sorsát, ott mi lesz? Ezek az emberek feketén fognak dolgozni, ugyanúgy, mint ahogy elmondtad, hogy mit fog tenni a kisbolt tulajdonosa jobb híján, vagy beáramlanak a munkaerőpiacra, Szintén félfeketén vagy legálisan mi lesz itt? Hát És ez a... ugye egy 400 ezer ember, vagy mennyi? Az utolsó kérdésedre válaszolok. A legvalószínűbb az, hogy elmennek általánydíjas egyéni vállalkozó, ott úgy a legkisebb a veszteség. Na jó, de ugyanezekkel Sajnos, a rezs is a többi problémákkal találkoznak. Ugyanezekkel a problémákkal találkoznak. Az ő esetükben egyrészt jövedelem csökkenés várható. Azért nem tartom valószínűleg, hogy tömegesen munkavállalók lesznek belőlük, mert azt meg a munkaadójuk nem tudja kitermelni. Nem véletlenül voltak. Világos. Bizonyos szektorokban ez érthető is, tehát színészek, stb., tehát vannak művészek. Ott okay, a hagyományos foglalkoztatásban nem fér bele nem, egyszerűen. Nem. Igen, nem, nem, fér bele. nem fér bele. De ez a kata történet is jól mutatja, hogy ők hogy működnek. Hát a, a kata az, az nem valahogy a Ádám Éva óta itt velünk élő. Ők csinálták. A, ők vezették Eva be. Helyett, az Eva helyett, aminek egyébként a bevezetéséhez még nekem személy szerint is volt Tényleg? közön. Hát igen, mert 2002 előtt, amikor nyertünk, Megyesi Péter engem bízott meg, engem kért fel, hogy azt az adóügyi munkacsoportot, a kiváló adószak, és nálam sokkal jobb szakemberek, azt, uh -huh. azt vezettem, és ott merült fel... Talán, ha jól emlékszem, akarat szivetette fel, hogy legyen egy ilyen vállalkozói kedvezményes adó. De egy borzasztó népszerű forma volt, ráadásul igen. igazságosabb, mint akartam. Igazságosabb volt. Bűködött, hát, nem. Így, így, így. És akkor, akkor 2002-ben én a pénzügyminisztérium állampitkára voltam. Igen. Volt az apparátusnak ellenkezése a bevezetése. Ellen. Mért, hogy csökkenti a költségvetési hát, bevételt? Igen, vagyunk. persze, uh -huh. persze. Meg hát bürokraták. A megszokás. Megszokás, stb. stb. stb és az apparátus azért tud Állni, ha akar. Ott akartak, és akkor a, a miniszterem megkért, hogy akkor ezt Vigyen végig, végig mert, mert itt különben itt uh, szépen belefulladunk a tárcaközi egyeztetésekbe, és az egészben nem lesz semmi. Tehát volt közöm, személyes közöm uh -huh. is volt ahhoz, hogy az EVA-t 2002-ben bevezettük, a helyette hozta Orbán Na, Viktor, a Horvámi csak a azért hozták, mert nem akartak semmi régit, ami pozitív megőrizni, vagy mi volt a Egy Egyeddig egymás mellett voltak a kettő, csak hát annyival előnyösebb voltak attól, hogy az hát EVA kiüresedett, és akkor megszüntették, akkor már gyakorlatilag uh -huh. alig voltak az evában. ban uh, egyszerűen ki akartak valamit találni, amiben jó fejek, és ők, ők adnak sok pénzt a kisvállalkozóknak, nem egy régi szocialista kormányoktól örökölt csökevény, hanem ők maguk találják ki, és nagyon nagyon nagy kedvezet kattásnak lenni, én nagyon megérte, ezt ők csinálták. Hát Most igen. meg néznek ki a fejükből, hogy micsoda adóelkerülés folyik itten, mintha itt titokban a kormány akaraton ellenére az országgyűlés egy éjszaka közepén, anélkül, hogy a kormány észrevette volna, stikában? bevezette volna stikában Igen. a katát, Igen. és akkor szegény kormány most oda nézett a piacra, na hát ez így nem mehet tovább, mert hát ez egy, ez egy nyílt adóelkerülés. Az, ők találták ki, erre De ők vezették ki, az emberek csak éltek a lehetősége. Most miért rájuk néznek, vagy miért őket hibáztatják? Na úgy szüntették meg két nap alatt, mint a Pénc, ugye beszéltünk, hát, ami, hogy ami hogy, hogy szoktak a, a törvények. És ők csinálták, ők vették vissza. Na most 400 ezer embert egyrészt pofán vágtak, másrészt meg... Még le is adócsalóztak őket. is adócsalózták őket, meg meg is alázták őket, és, és ráadásul olyan egzisztenciális helyzetbe hozták őket, hogy most néhány hét leforgás alatt nekik dönteniük kellett. Én azt gondolom, hogy kevéssé válnak belőlük majd munkavállalók, uh -huh. az emlékben eszi általánnyi adott uh -huh. fizető egyéni vállalkozók lesznek, akinek csökkenni fog a jövedelmük, még egyáltalán tudnak itt dolgozni, mert munkavállalóként nem tudnának, és még a munkavállalkoz képest adó szempontjából, még az ha nem jobb. túl magas a jövedelem, még, még így is jobban járnak. Na de hát ez megint csak egy olyan 400 ezernyi emberről beszélünk, akiknek így, vagy úgy, de biztosan csökkenni fog a havi jövedelme. Igen. Nem növekedni fog 15%-kal, mint a keresetek, úgy, ahogy szoktak, meg mit tudom én, hanem nem csökkenni, csökkenni fog a havi jövedelme, is miközben nő a rezsiszámlájuk, miközben nő az élelmiszer kiadásuk, ott a legerősebb az infláció az élelmiszer hát Nem is értem, hogy ezt hogy gondolják. Hát igen, mikor nem akarok nagyon én elmélyedni, vagy elmélyesteni téged a kata részleteiben, de lehetett volna észszerű módosításokkal a lényegéből hát sokat persze. átmenteni. Meg, meg az a bürokratikus szabály, hogy akkor cégnek nem számlálsz. Miközben pont az volt a vállalkozók egy része, mondjuk mondok um, angoltanárokat. Igen. Hát akik magántanítványa is vannak, igen, és meg egyébként megvállal fordításokat, igen. meg nyelviskolákat. Tehát vett az bedolkozik. előbb mondott színész zenészt a neked is. Tehát ők tehát, arra hivatkoztak, hogy nyilván, mert a cégek, ezek a gonosz, gonosz cégek, ahelyett, hogy rendesen foglalkoztatnák, terék embereket, kötelezővé teszik nekik a katás vállalkozásokat. Hát nyilván volt tanár, ilyen is. Hát igen, de csomó De sok helyen tanít. Persze. Uh -huh. És vannak köztük magánszemélyek, és vannak köztük cégek. Nem állami cégek, magáncégek. Igen. Most azt mondták, hogy ők nem katászhatnak tovább. Hát én ismerek angoltanát, tehát nem a légből kapott példám, aki már azt kérdezi, hogy az angol óráért lehet-e készpénzben fizetni az átutalás helyett. De az istenem. eddigi bevált Igen, a Igen. módszer volt. Magyarán jön a fekete, jön piac, a fekete itt piac itt is. Aminek mind tudjuk azért a nyugdíjra, a majdani nyugdíjra nagyon rossz hatással lesz, Holnak? de az majd egy húsz év múlva jelentkező probléma, az nem itt kopogtat még, hanem akkor fogja hát berúgni az ajtót, de fog. iszonyú erővel. Igen. Beszéltünk itt az előbb nem csak a katások, hanem általában a kisvállalkozók gondjairól. Az ottani munkavállalók, tehát mondjuk a boltos alkalmazottjának, vagy a fodrásnál a hajmosónak, a kül ha emlegettem, a külön gondja az, hogy ott még szakszervezet sincsen, mert hát nem lehet, nem, 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 nem tilos, hanem nem tud lenni a dolog természeténél fogva. De ahol még tömeges és nagyobb közösségben való foglalkoztatás van, hát azért a, a szervezettség ott is alacsonyabb, mint máshol szokott lenni. Mit gondolsz a szakszervezetek erejéről mondjuk? Hát ugye a szakszeretek erejét, ami köztünk szóval a rendszerváltás után a versenyszférában korábban sem volt olyan nagy ne, persze, tehát nem erős, új dolog. és ott voltak erősek a szakszeretek, ahol jelenleg az állam volt a, volt. a, a munkáltató, vasutasok, BKV, stb. Igen. És ott voltak a legnagyobb sztrájkok is, a legeredményesebb sztrájkok is. Régen egyébként még emlékszünk pedagógus sztrájkokra is. Uh -huh. A 90-es évekből, aztán 2000-es évekből is talán, de aztán kész és a Orbán Viktorék azt a, azt a lehetőséget is elvették a szakszertektől, hogy szép lassan egy demokratikus jogámban megerősödnek úgy, mint nyugaton, és lesz befolyásuk. Mert a legfontosabb fegyverüket vették el. A hát A, a Hát a lényegében, hát ugye az egyik legnagyobb parlamenti botrány és azt követő utcai tüntetés az éppen az úgynevezett rabszolgatörvény miatt volt. Ugye az, ott a versenyszférában húzta ki a szőnyeget a szakzetek alól. Lényegében olyan feltételekhez kötötte a szájt megtartását, amilyen feltételek Ami nem lehet. nem lehet. lehet. Hát most nem látjuk lehet. a pedagógusoknál is. És akkor a, a versenyszférában szérában. még itt azért maradtak Igen. ütőkártyák egészen a közelmúltig, és akkor, amikor kiderült, hogy a tanárok a végén tényleg sztrájkolni fognak, akkor pár nap leforgása alatt ott is kihúzták a szőnyeget a pedagógus szakszeretek alól. Na most ez így példátlan, ez így példátlan, tehát ténylegében tényleg bérrapszolgává teszik az embereket, akár a versenyszféráról, akár a közszféráról van szó, mert nincs a munkavállaló kezében olyan fegyver, akár szervezet szakszeti szinten sem, amivel komolyan ráéjeszthetne a munkaadóra. Világos. Nincs. Csoda, hogy egyáltalán még vannak szakszervezetek, Összefogják ezeket a társadalmi követeléseket, az elégedetlenségnek hangot adnak, de lényegében annyi a, az erejük manapság, mint az ellenzéki pártoknak. A nyilvánosság erején keresztül próbálnak nem, nyomást nem, gyakorolni, nem. de tényleges nyomást gyakorló lehetőség, fegyver már nincs a kezükben, és amikor azt mondták, jó, akkor nem hagyjátok, hogy sztrájkolunk akkor uh, mi polgári engedetlenségi mozgalmat indítunk, hogy gyalázatos módon, gyalázatos módon kirúgnak tanárokat, Igen. jó gimnáziumokból, patinásról. de egyébként, ha nem Patinás gimnáziumról beszélünk, akkor is gyalázatos dolog lenne. Kirúgnak tanárokat, mert kiállnak azért, hogy normális körülmények között taníthassanak. Hát ugye a tanár-diák kapcsolat azért nem szokott egy ilyen harmonikus kapcsolat de, hogy lenni. Most kiállnak, de hogy most a diákok kiállnak a tanárokkal, hát pontosan mutatja, hogy a diákok is érzik, hogy ezt így nem lehetne tovább csinálni, de ők csinálják. Magyarán Kérdésed a szakszeretekre vonatkozott. Igen. De a szakszeretek vannak, én nagyon szurkolok nekik, de a tényleges fegyvereiket a kormány elvette, erőnek erejével. Igen. A pedagógusoknál, ha már szóba hoztad, és hát persze, hogy szóba hoztad, hiszen ez egészen drámai, ami ott történik, az ember külön nem érti, persze érti, de logikusan külön nem érti, hogy miért jó nekik, éppen egy olyan társadalmi csoporttal újat húzni, akikkel, hát sokaknak van társadalmi kapcsolata, miközben, nem mintha azoktól sajnálnám, fegyveres erőknél, más csoportoknál meg, megemelték a béreket. Hát öm, mit szokott csinálni egy rendes diktatúra? Hát a rendőröket és a, a katonákat igyekszik kez. megfizetni, és a, a, azokat, akik szabad vélemény formálásban segíthetnek embereket, hát, azokat meg nem szereti. Hát most pontosan ez történik. Most ott is, mint a fogukat húzták volna, úgy emeltek bért azért a. De ott azért megtették, mert pontosan tudták, hogy a hatalmi támaszhoz erre azért szükségük van. A tanárok esetében meg pont az ellenkezője zajlik, egy szabad, független, gondolkodó társaság. Uram, bocsánat, még a diákjaikat is erre nevelnék. Hát mi lesz itt? Igen. A kölcsei, amit említettél, mert onnan rúgtak ki, gondolom, csak először és precedens érték kell, tehát példát akarnak statuálni, de félek, hogy követi ezt más példa is. Tehát onnan rúgtak ki először most éppen öt tanát, nekem a, ez ugyan privatizálás, de a szívemhez különösen közel van, nem csak az én a hugom oda járt, mi abba a kerületben laktunk akkor gyerekkoromban, hanem én a kerület egy másik, akkor még tiszta lány gimnáziumába jártam, és az akkor még tiszta fiú kölcsei gimnázium volt a testvériskolám. Vagyis az összes fiú, akivel akkor jártam, az mind ö, 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 kölcse is volt, sokat ismerek tehát máig a volt kölcseisek között, és én is látom a, az általános elszörnyedést és felhergedést, nem csak a volt kölcseisek, hanem általában, szülők és diákok között volt olyan tüntetés, ahol nagy örömömre fölfedeztem a saját unokámat a diákok közül, amikor volt ez a szolidaritás a pedagógusokkal. De ez a pedagógusokon túl átvezett egy másik a, a mi témánkhoz közelebb álló kérdéshez. Mondtad, hogy hát nem érdeke ennek a kormánynak, hogy túl képzett és érdeklődő állampolgárok nevelődjenek. Igaz az, hogy a kormányzat gazdasági eszménye valami ilyen összeszerelő ország? Tehát, hogy nem is kell itt olyan magas képzettségű munkaerő? Ez igaz. Hát utaltál igaz. is már erre, hogy a multik miatt ez nekik nem a nagy baj? Hát ott, ahol hát az export nagy részét ilyen összeszerelő Igen. cégek hozzák, Audi és a többi, Suzuki, tehát a... Ott ez jellemző. Most ha megnézzük, hogy a NER közeli mágnások, meg milyen iparágakban vannak, azért ott nem annyira az export tevékenység, A jellemző szállódai, hát idegen építőipar, forgalom. idegenforgalom, belföldi kereslet, és így, tovább, uh -huh. és így tovább. Magyarán nekik mindenféle szempontból előnyös ez az alacsonyan tartott bér, mert az a még meglévő külföldi tőke, ami van az országban, és nagyon komoly, technológiát hoz be, amíg meg ki nem vásárolja a kormány, mert erre is vannak példák. hogy azért is szemet vagyok. vetnek rájuk, és akkor uh -huh. megvásárolják. Tehát azok a cégek, akik ide nagyon komoly technológiát hoznak, azok jelen, az olyan külföldi tulajdonú cégek. A belföldi keresletre dolgozó cégek idegenforgalomban, szállodaiparban, építőiparban, azért Orbán Viktor környezete a, a fő haszonélvező. Iza. Ott meg nekik személy szerint hajtott, hasznolt, hogy alacsony a bérszínvonal. És amit nem mondanak, ki nem mernek bevallani, de, de az, hogy a, az embereknek azon részét, akit csak lehet, megpróbálják valamiféle függő viszonyban tartani. Ez, ez nekik teljesen nyilvánvaló hatalmi eszközük és ideáljuk. Nekik mindenféle szempontból az a jó, hogyha alacsonyak a bérek Magyarországon. Mondom, egy nem nyilvános parlamenti egyeztetésen, igen, rá, ha nem is ezekkel ez is az hangzott, indokokkal, de a mondjuk a külföldi tőke és a technológia az, hogy elhangzott, az, az konkrétan elhangzott Orbán Viktor szájából. Világos. Most nagyon kiszúrok neked, mert összesen egy percünk van, oh. és mégis azt a kérdést teszem fel, neked, hogy ebben a helyzetben mit javasolnál a, a munkájából élő embernek? Tehát mi az, amit ő tehet? Lehet szolidáris a bajban lévőkkel? Vagy mik, mik a mozgás lehetőségek? Hát az egyéni túlélő technikákon kívül, amiben én nem tudok globális tanácsokat, általános tanácsokat, adni, mert azt mindenkinek egyénel kell megtalálni, én a szolidaritást nagyon hiányolom uh -huh. az országból. Tehát amikor a pedagógusok szájkolnak, akkor akkor miért nem mozdul meg mondjuk a MÁV? Igen. Tehát itt, itt külön, külön próbálkoznak a szakmák, és külön-külön külön véreznek vagy kis a eredmény törekvéseik. Eredmény. Uh -huh. A szolidaritás hiányzik a mikroközösségek, nagyobb közösségek szintjén, az általás politika szintjén is Magyarországról. Én e, azt javasolnám, azt kérném mindenkül, figyeljünk oda a másikra, és álljunk ki a másik jogos törekvései az... mellé, mellett, mert egyszer csak mellettünk nem fog kiállni senki. Igen. Köszönjük ezt a jó tanácsot, remélem mindenki hallotta és be is tartja, és megköszönöm Burán Sándornak a. Én is, is köszönöm a lehetőséget.